Sziasztok srácok, én Kisőik Csitrénk, egy újabb videóban, és ebben a mai videóban egy TNT-s modot fogok nektek bemutatni, amit telefonra is le tudtok tölteni. Szóval igen, most én ebbe is bele akartam vágni, hogy olyan modokat mutatok be, amiket ti is ki tudtok próbálni. Szóval kezdjünk is bele! Itt van rengeteg féle TNT, tényleg rengeteg, szerintem sorba megyek. Vannak ilyen csak színes TNT-k, mint például ez a Brown TNT, gyorsan vegyünk valahonnan egy Flint & Steel-t. Itt is van egy. És várjátok, ezt nyissuk ki, így, és itt lehet majd robbangatni. Ajaj, kicsit hangos volt, nem baj. Ez itt ki is nyílt, itt vannak ezek a szirénák, szerintem amúgy ez is tök menő, meg tök jó, hogy kinyílt ez az ajtó. Szóval itt van egy nagyon nagy város, itt tudunk mindenfélét majd robbangatni. Na, rakjuk is ezt le, így meggyújtjuk, és a Brown TNT igazából, nézzük mit csinál. Barnát robban. Igazából meg akkorát robbant, mint egy sima TNT. Szóval ez annyira nem volt különleges. Na de én szerintem gyorsan akkor bevásárolok úgymond a TNT-kből egy Party TNT, egy Lightning TNT, egy Fireball TNT, egy Sticky TNT, egy Black Hole TNT, azaz Fekete Lyuk TNT, egy Galaxis TNT és egy Tornado TNT, egyet meghagyok így a kezemnek, és na mehetünk is robbantani. Szóval ott ugye már robbantottunk is egyet, szóval jöjjünk egy kicsit arrébb, itt van a Party TNT. Na nézzük, ez mit tud. Aha, ez már ilyen más színekbe világít, nézzük. Ó, ez ilyen lufikat rakott le, ez de menő. De ezt amúgy nagyon szeretem, hogy legalább ilyen plusz dolgokat ad hozzá a Minecrafthoz, ami így alapjárat nem lenne benne. Ez egész jó, ez a Party TNT, írjátok le kommentbe, hogy 10 per mennyik a TNT-k. Szóval a Party TNT-ről mit gondoltok? Gyorsan írjátok le, miért nem jelenik meg a kezembe? Nem baj, bugos. Közben mehetünk is a következőre, ha már leírtátok. Lightning TNT. Itt van egy tökéletes ilyen kis rész. Ez amúgy nagyon menő néz ki, úristen, mik ezek a villámjelek, ez nagyon menő néz ki. Ez miért Lightning? A Lightning az ugye ilyen villám. Aha, Jézusom! Azta! Az komoly! Hát egy kicsit belecsapott a villám a TNT-be, jó? Ez menő volt, erről is írjátok le a véleményeteket. És most jöhet a Fireball TNT, azaz tűzgolyó TNT. Ez valamelyik ház tetején kéne kipróbálni mondjuk. Ide nem tudom lerakni. Jó, jó ez itt, de ide miért nem tudom lerakni, nem már. Akkor ide esetleg, ide le tudom, bár itt is lebeg, mert ugye ilyen fél lap. E körül meg ilyen nagyon jó tűz van, ez nagyon menő. Mindegy, jó, gyújtsuk meg, aztán nézzük mit tud. Jó, na kíváncsi leszek. Azta. Jézus, mik ezek ilyen tűzgolyók esnek az égben? Ez nagyon menő, ez. Azta. Ez sokkal jobb TNT mod, mint amiket eddig próbáltam, írjátok le erről is a véleményeteket. És akkor most jött a ragadós TNT, ez a sticky TNT. What? Ez ilyen félig átlátszó, és van benne még egy TNT. Na nézzük, ez mit tud. Ezek amúgy nagyon jók ezek a TNT-k, a leírásban lent lesz a link, hogy hol tudjátok ezt megvenni, ugyanis sajnos fizetős a mod, de já, ki lehet próbálni tabletem, illetve Xboxon, meg mindenfélén. Ezt slime-okat rak le. Nem annyira durva, de amúgy egész jó. Na srácok, gyorsan reggel csináltam, szóval jött is a következő, a fekete lyuk, azaz Black Hole TNT, ezt most ide leteszem, itt van egy ilyen kis rész, szerintem ez tök jó. Ez amúgy nagyon menő néz ki ez a TNT, így rendesen látszik, hogy így kiemelkedik. Hát, nyuszi, sajnálak, na nézzük, ez mit tud ez a fekete lyuk TNT. Jó, hát menjünk egy kicsit elvalóbb, már el is feketedett. Jézusom! What? Az mit csinál? Ez nagyon menő! És itt felgyújtott. Ez nagyon tetszik, hogy itt ilyen, és így végig robbant, és BAM! Ez nagyon menő volt ez a TNT, írjátok meg kommentbe, hogy erről mit gondoltak. Jött is a Galaxis TNT, vagy nem tudom, Galaxisnak hívják magyarul, azt hiszem. Ilyen, ez már ilyen villog is. Ez jól néz ki, na nézzük mit tud. Jó, csak menjünk távolabb, nehogy aztán bármi baj legyen. Azta. Ilyen fura hangot adott ki, és ilyen mindenhol ilyen fura jelek voltak. Ez jól néz ki, de ez annyira nem durva, mert nem robbantott akkorat, mint a Tornado TNT. Várjátok, ezt rakjuk máshova. Rakjuk ezt mondjuk így, ide. Így. És akkor így nem tudom, így ezt az épületet át lehet ugye rombolni. Azta! Azta! Ez rendesen lerakott nekünk ide egy ilyen tornádó hurikán dolgot, Jézusom! Ez nagyon menő. Azta. Na ez menő TNT volt, ez menő volt. Na srácok, mindjárt jövök, szerzek még TNT-t. Na srácok, itt is vagyok újabb 7 darab TNT-vel. Az Arctic, az az ilyen jeges TNT, a Hal TNT, az az Fish TNT, Lucky TNT, Scatter TNT, ezt nem tudom, hogy kell fordítani, Poti TNT, Wither TNT és Blast TNT, az az ilyen robbanás TNT. De várjátok, ezt a várost igazából újra is így
meg lehet csinálni, hogy így újra ilyen szép legyen, erre a gombra rányomunk, és elméletileg újra szép lesz. Aha, szépen lassan így visszarakja, amiket szétromboltunk. Szerintem már akkor robbantathatunk is. Szóval akkor nézzük először ezt a jeges TNT-t, ez menő néz ki, vannak körülötte ilyen effektek, na nézzük ez mit tud. Ú, most már ilyen kékek lettek az effektek, na nézzük. Wow. És esik a hó. De jó. ez menő, de nem olyan nagyon nagy dolog. Végül is nekem tetszik a TNT, de ennyire nem egy nagy dolog. Nézzük a hal TNT, van egy sejtésem, hogy ez halakat fog leidézni. Ott van a szélén is egy hal, na nézzük. És igen, mindenféle halat ide lerakott. Szegények meg leesnek és meghalnak, vagy különben csak szimplán kiszáradnak. Hát ez nem egy annyira menő TNT, na de itt van a Lucky TNT. Ennek az érdekessége az, hogy egyrészt, hogy ilyen mozgó textúrája van, ez ilyen nagyon fura amúgy, de szinte menő néz ki, hogy ez bármilyen TNT lehet. Tehát, hogyha ezt most meggyújtjuk, bármelyik TNT lehet az összes közül. Na, nézzük, ez valami narancsárga TNT. Ja, csak a szimpla narancsárga TNT, ami ilyen narancsárga effekteket ad. Oké, amúgy itt szerintem robbantgathatunk tovább, ez a Lucky TNT a legdurvabb TNT-t is beadhatja, szóval legalább nem lőtte le a point. Scatter TNT, ez nem tudom, ilyen sok kicsi TNT-ből áll, én úgy látom. Aha, vannak itt még ilyen dinamitok. Aha! De még itt pluszba szétrobban, és ott is van még egy, az is még felrobban. Ja, ez menő volt, ez jól nézett ki, hogy így rendesen szétestek így a dinamitok, ez jó volt. Na, Wither TNT, csak nehogy leidéznek mind egy Wither-t. De menő, hogy ott van ott a tején egy ilyen Wither. Ez nagyon tetszik. Jó, nem vagy, gyújtsuk meg. Ajaj, Wither TNT. A bossába írja, hogy Wither TNT. What? Ez olyan hangot adott ki, mint a Wither, és idézett le Wither skeletonokat. Igazából ez se olyan rossz, de ez nem volt annyira extra. Nézzük, Blast TNT. Aha, ez már más a formája is, így... Ilyen, nem tudom... Hogy hívják ezt, ilyen... Golyó formája van, csak ilyen Minecraftos golyó. Jézusom, mekkora ez? Már nagyobb, mint én! Halló, hova nő ez a TNT? És ilyen bulis lett. Ez már nagyobbat robbant azért. Na, ez eddig a legnagyobbat robbant, de mindegy, jövök vissza újabb 7 TNT-vel. Na srácok, lányok, közben rájöttem, hogy most már nincs is 7 TNT hátra, ami úgy érdekes, mert vannak olyan TNT-k, amik igazából csak ilyen színeset robbannak, úgyhogy 5 TNT-t hoztam el. Itt van a White TNT, ami elvileg ugyanúgy csak színeset robban, de ez nagyon menő nézett ki, ezt meg akartam nektek mutatni. Nézzük, elvileg ez csak ilyen fehér port fog magából kilőni. Aha, ez ilyen nagyon sima. Itt van a Super TNT, ez már kezd azért jó lenni. What? Nem már, látni akarom. Így akkor várjátok, egy kicsit ássuk ki, így, bár mondjuk fura, hogy a kezemben nem látszik, de mindegy. Aha, ez már kezd ilyen, úgy néz ki, mint amikor tudjátok, az ilyen feltöltődött creepernél van, az az ilyen sáv. Na nézzük, ez mekkorát robban. Azért ez már nagyot robbant. Írjátok le kommentbe, hogy 10 per mennyi. Ultra TNT, jó, hát ez is, ezek már egyre nagyobbak, és egyre jobban izzanak, vagy nem tudom. Szegény torony. Na mindegy, nézzük, mekkorát robban ez. Ajaj, már be se tölt. Aszta. Ez már rendesen szétrobbantotta az egészet, jó? Meg a TNT. Én megpróbálok így beásni magam, mert elvileg ez ilyen tömör, ez nekem tökéletes. Egy kicsi ilyen részt ássunk ki neki, hogy biztos elég nagy legyen. Így. Meg a TNT ide lerak. Jézusom, ez mekkora ez a TNT, milyen menő már. Jó, és szerintem fussunk innen, nézzük, mekkorát fog robbanni. Jó? Na, felrobban? Ajaj. Oh. Az egész házat felrobbantotta, na ez menő, ez nagyon menő. És itt van a Big Bertha TNT, elvileg ez a legdurvább TNT. Szóval ezt szerintem így, itt kiszedek neki egy picit, és ide lerakjuk. Aszta, mekkora ez a TNT, ez mint valami rendes rakéta. Na mindegy, gyújtsuk meg. Aszta, felszáll, hova megy? Leesik! Ez, Jézusom, mi ez? Mi robban? Közben itt felrobbantottak pár TNT-t. Ez menő TNT volt. Közben itt van valami poti TNT, ezt még gyűjtöm, ez mit tud? Ez most valami regeneráció ezért mutat. Ó. Oh. Ez is menő. Ojaj. Ne, ez ne robbanjon azért tovább. Annyira nem kell. De ez menő. Mi ez a sziréna amúgy? Ez hogy? Hogy lehet ilyen szirénát csinálni? Na mindegy, srácok, a TNT ennyi is volt, de még ez nem volt minden, ugyanis még van egy fő dolog, amit meg akarok nektek mutatni a modból. Na srácok, szóval, aki eddig szemfüles volt, az észrevette, hogy van itt valamilyen furcsaság. Egy ilyen robotszerű dolog, ami ilyen TNT-s, de ez biztos csak dísz, nem?
Egyáltalán nem díszez. Ugyanis ebbe bele lehet szállni, és mostantól mi vagyunk a TNT robot vezére. Igen, van egy kis HP-je így a TNT robotnak, és ezzel elkezdhetünk így menni. Úristen, nagyon menő néz ki amúgy. Így, és elkezdhetjük ezt bombázni elvileg. Na várjatok. Így. Így ki tudunk vele lőni egy-egy TNT-t. Na de várjatok. Próbáljunk meg itt felmenni. Itt fel tud menni? Aha, tud ugrani is a robot. Úristen, amúgy nagyon hangos nekem. Szerencsére nektek annyira nem hangos. És lőjük szét szerintem a város. Váááááá, ez nagyon menő. Jó, oké, csak robbanj, robbanj, azt a Jézusom, ez nagyon durva. Na mindegy, szerintem ez a videó ennyi is lett volna, ha szeretnétek letölteni, azaz megvenni a modot, akkor ott lesz a leírásba, telefonon, Xboxon, gépen, illetve mindenhol elérhető, ahol Bedrock Edition is elérhető. Szóval link a leírásba, és ha tetszett a videó, hogy dobjátok egy like-ot és iratkozzatok fel. Én Kis voltam, és ez volt a TNT-s mod. Sziasztok!